A Zugligeti lovasút végállomásának tetőszerkezete friss faanyagból épül ugyan, de az építészek az 1888-as épület eredeti szerkezeti elveit tartották szem előtt. A nagyértékű felújítás munkálataiban a norvég alapanyagi eszközei mellett egy norvég szakértői csapat is részt vett. A skandináv csoport képviselőjét arról kérdeztük, könnyű volt-e áthidalni a kultúrában, hagyományokban gyökerező különbségeket. Amikor az ember tradicionális, azaz régi épületek helyreállításán dolgozik, akkor nincsenek nyelvi vagy kulturális akadályok. Az építészek nyelve közös, nincs norvég vagy magyar. A különböző országok szakértői ugyanazon a nyelven beszélnek, hiszen ugyanazokra a készségekre van szükség a munka során, ugyanazokkal az anyagokkal kell dolgozni, és ugyanazok a hagyományok vezetik a gondolkodásunkat. A mi elnökünk is építész, és ő a faanyag, a faépítészet specialistája. Ő a történelmi hagyományos és az új konstrukciók ismerője is. Kétszer járt Magyarországon, illetve itt Budapesten, és nagyon konstruktív vitákat folytattak a magyar kollégákkal. A Zugligeti program vezetője főleg a helyreállítási munkák részleteibe avatta be az érdeklődőket, így például a korszerű fűtési és a pincerendszert is bemutatta. A teljes épületrészek alatt elkészítettünk mély alapozással új pince szakaszokat. A meglévő kettő fő pavilon rész alatt jet technológiával alaptesteket mélyítettünk. A meglévő alapozástól 5 méteres mélységben még pluszban. Ezek a házak lényegében gólyalábakra kilettek emelve. És ezután, amikor a háznak az állékonyságáról meggyőződtünk, és biztosak voltunk benne, utána nagyon nagy terjedelmi földmunkával, 2,5 ezer köbméter föld kihordásával megépítettük a pincetestet, ami a gépészetet fogadja, a jövőbeni funkcióknak a kiszolgáló pozíciókat, és a további előadó teret, ami a hegy lábába van besűjesztve. A hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetője a végállomás történetéből emelt ki epizódokat, de arról is beszélt, hogy milyen hasznosítási tervek készültek. Mint tudják, a most a Beethoven utcában működő gyűjtemény átköltözik majd a felújított épületbe. A lovasút kialakításánál figyeltünk arra, hogy külön helyszíne legyen a gyerekfoglalkozásoknak. Tehát itt lesz egy olyan előadó tér, amit pillanatok alatt át lehet rendezni múzeumpedagógiai foglalkoztatóvá, ahol óvodás korosztálytól igazából a gimnazistákig mindenkinek, minden korosztálynak tudunk olyan érdekességeket mutatni, ami éppen azt őket leköti, ezt a éppen teret, pillanatokat át lehet rendezni, és onnantól kezdve egy konferenciatérként is működhet. Tehát az a tervünk, hogy ami helytörténeti konferenciákat eddig szerveztünk, azok ott kapjanak helyt a jövőben. A projektzáró rendezvényen a Normafa rendbetételét felvállaló hegyvidéki önkormányzat kommunikációs vezetője egy arculati pályázatot is ismertetett, amelyben a Zugligeti lovasút felújított épületének funkcióit, arculatát is plastikusan meg kell majd jeleníteni. Az egész pályázatnak azt a célt tűztük ki, hogy ezzel az új kiválasztott arculattal találkozó polgárok azok azonosítani tudják a lovasút épületét, az ott kínált szolgáltatásokat, kapcsolatban legyen, harmóniában legyen a régi és az új, a természeti táj és az épület, és egyúttal erre az épületre és erre az egész környezetre itt a Normafa alsó kapujaként is tekintsenek az emberek. Az arculat kialakítására kiírt pályázatot május 2-ig lehet leadni az önkormányzatnál, és a szakmai zsűri, valamint a kerületi lakók véleményezését követően várhatóan júniusban hirdetnek eredményt.